Vádemelési javaslattal zárta le az ügyet, majd adta át az iratokat a kalocsai ügyészségnek a rendőrség. Még nyáron, pontosabban idén július 19-én fogtak bolti sarkát a rendőrei. A 27 éves asszony jelenleg is letartóztatásban van. Szakadt ruha és az üzletben elrejtett lopásgátlók a rendőrség felvételein. A helybéli asszony letépte az ellopni kívánt ruhadarabokról a lopásgátlót, majd elrejtette őket, így próbált meg távozni. Azonban az eladók figyelmesek lettek rá, és a kijáratban feltartóztatták, miközben értesítették a rendőrséget. A nő a boltosokkal szóváltásba keveredett, meg akarta tartani a ruhákat, ezért a vita dulakodással fajult, melynek során a rabló megkísérelte megharapni az egyik alkalmazottat, aki ekkor elengedte támadóját. Az elkövető ugyan elmenekült a helyszínről, azonban őt a nyomozók rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették. A jelenleg is letartóztatásban lévő helybéli asszony rablás büntet elkövetésével gyanúsítható, ügyében a rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal átadták az illetékes ügyészségnek.